a 2023-as, 2024-es tanévben Gyálon is elindult az Úszó Nemzetprogram, amelyben 4 gyáli óvoda és a 3 általános iskola vesz részt, így ebben a tanévben 248 gyáli óvodás és 203 első osztályos általános iskolás gyermek úszás oktatása zajlik a programnak köszönhetően heti egy alkalommal a gyáli járási tanúszodában. Hát egy kicsit menjünk vissza az időbe 2016 elé. Az első 10 között voltunk, akik az országba, a tanúszoda programba részt vettek az állam jóvoltából, hiszen ezt az épületet az állam építette és az állam üzemelteti. Én azt gondolom, hogy nagy örömünkre szolgál, hiszen ha valaki emlékszik, akkor itt közel egy hektáros rét volt, amelynek a közepén volt egy régi épület és körbevette egy orgona bokor, csoport. Az épületben a fegypolgárőrség működött, és amikor megkeresett bennünket az állam, hogy arra gondoltak, hogy ide építenek egy tanúszodát, akkor mi örömmel átadtuk ennek körülbelül a felét, ennek a területnek. A fegypolgárőrség beköltözött a Rákóczi iskolai épületbe, és a mai napig is ott működnek, de közeljövőben lesz egy átadás, egy újabb helyre fognak kerülni. És hát ugye azért is jó volt, hogy ez a tanúszoda ide épülhetett, hiszen ezt a környéket meghúzta, játszótér lett itt, park lett, és én azt gondolom, hogy szívesen jönnek ide ebbe a parkba is. Az, hogy a Makovec stílusú tanúszoda gyálváros arculatához méltó megjelenéssel valósult meg, Pápai Mihály polgármester kitartó munkájának és közbenjárásának eredménye. 2017-ben, amikor megnyitott a tanúszoda, akkor ide gyári gyerekek jöttek úszni, illetve a felnőttek vehették igénybe. A Bartók iskolából és a Tátika óvodából saját busszal hordtuk át a gyerekeket ide, és tanultak meg úszni, természetesen az óvodások is. Most már csatlakoztunk a Nemzeti Úszó Programhoz, amely keretében közel 300 gyáli gyermeket tanítanak meg úszni, és szeptembertől ez 500-550 főre bővülhet. Ebben a programban a gyerekek ingyen kapnak fürdőnadrágot, fürdőruhát, papucsot, úszószemüveget, és hát nyilván, ha élet nem megfelelő, akkor lehet cserélni és kicserélik. Ez nagyon fontos dolog számunkra, meg számomra is, meg a véleményem szerint is, hiszen egyre többen tanulnak meg úszni, a sportos élettel minél korábban találkoznak, és azt gondolom, hogyha minél korábban felkeltjük az emberekben a mozgás igényét, akkor későbbiek folyamán is fogják használni ezeket az igényeket és ezeket a lehetőségeket, hiszen azt gondolom, a mozgással sok gyógyszervásárlást el lehet kerülni, és fontos az, hogy egy egészséges életet éljünk, egy egészséges nemzet legyünk, hiszen nem mindegy az, hogy hogy és milyen minőségben éljük az életünket. 2023. szeptemberében egy új programhoz csatlakozott a gyári tanúszoda. Kihez és milyen program ez? Ez az Úszó Nemzet Program, a Magyar Úszó Szövetség égisze alatt fut. Ez már egy 5 éve működő program, amelynek során még a Covid alatt kevés intézmény tudott bekapcsolódni, ők is nagyon nyögvenyelősen, de végül is tavaly a meglévő 19 intézményhez országos szinten bekapcsolódott még több mint 20 intézmény, és ezzel már közel 50 000 gyermeket foglalkoztatnak napi szinten. Oktatási intézmény, mind óvodások, mind pedig az általános iskolások le vannak fedve, valamint a 18. kerületből 2 általános iskola tanulói vesznek részt az első osztályból. Ez mennyire terheli le most per pillanat az úszodát? Hát kapacitás az még növelhető, olyan szinten, hogy ez a 3 éves rendszer, amelyből most 2 évvel indult az intézmény, és jövőre a mostani elsősök, akik jövőre már másodikosok lesznek, bekapcsolódnak, így mint egy 250-300 fővel növeli majd meg a kapacitását ennek a programnak, de hasonló jellegű intézmény még több embert elbír, igaz, hogy persze ki van tolva már az oktatási idő a kora délutára is. Per pillanat 2 medence található itt az úszodában, mennyire tudják ezt kihasználni? Maximálisan. Ugye az a baj, hogy ezek kapacitásfüggőek, a tanmedencében 22 fő lehet maximálisan, úgyhogy az óvodásokat, a kezdőket csak ilyen szinten tudjuk foglalkoztatni, míg a nagy medencében jóval könnyebb a helyzetünk, de hát itt is az össze kell hangolni mind az oktatóknak a létszámát, mind pedig hát, ha 45 perce mi fér bele. És háttérben is lehet lenni, nagyjából egységesen vannak felöltözve, ez is a program része? Maximálisan. A Magyar Úszószövetség azt vállalta fel a magyar kormánynak a támogatásával, hogy minden gyermek kap egy teljes felszerelést minden évben. Ez tartalmaz egy úszósapkát, úszószemüveget, úszódresszt vagy úszó nadrágot, valamint egy papucsot, egy törőközőt, és hogy mindezeket tudják hordani, egy helyes kis tornazsákot is.
És azt is mondjuk el, hogy a szülőnek ez mennyibe kerül? 0 forintba. Sőt, még a gyermekeket, hogyha egy pici kis távolságon kívül esnek, utaztatják, és megfelelően maximálisan biztonságos buszokkal, amelyek fel vannak szerelve, mind ülésmagasítóval, mind pedig biztonsági övvel. Mit lehet tudni, hogy honnan jött ez az ötlet, kinek volt fontos, miért született meg ez a program? 2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök úr tett egy felkérést Vladár Sándor elnök úr felé az úszószövetségnek, hogy töltsék meg tartalommal az épült tanúszodákat, úszodákat, és ez alapján kérte, hogy dolgozzanak ki egy 3 éves programot. Ez megtörtént. Miután még van a programnak, gondolom azért van egy ilyen szintfelmérés a gyermekeknek, ezt hogyan tudják mérni? A szintfelmérés folyamatos, a 3 év alatt 9 szintfelmérőt kell tenni a gyermekeknek. Erre van egy helyes kis matricás füzet, amelyben különböző kis állatfigurákkal jelképezik a különböző szinteket, úgyhogy itt mindenféle lefektetett irányelv alapján mennek a szintfelmérők, és az alapján kaphatják meg a gyermekek azt a bizonyos jogosultságot. Valamint a sérült gyermekek sincsenek kizárva a programból, mert velük is foglalkozunk. Igaz, hogy lassabb az egész oktatás folyamat náluk, de nincsenek elfelejtve. Mi van akkor, hogyha az egyik oktató kiszúr egy nagy tehetséget? Ez mennyire látható már ebben a korban? Mindenképpen látható, de ennek megvan a folyamata. Az úszószövetség létrehozta az úgynevezett HEAD programot, melynek a végén utána egyesületetnek átadhatók a gyermekek. Gondoltam volna, polgármester úr, pár évvel ezelőtt, amikor lerakták az alapkövet, hogy ez az úszoda ennyire ki lesz használva? Gyávárosában már korábban volt igény arra, hogy legyen úszoda. Itt volt egy úszoda alapítvány, amelybe fizettek be gyáli emberek, vállalkozók az alapítvány számlájára pénzt. Ezt a pénzt is az úszodára fordítottuk, tehettünk át ide pénzt, és nem gondolnám, hogy ebből épült, hiszen az egy 4-4,5 millió forint összegű volt, és maga a tanúszoda az több mint 300 millió forintba került, amit az állam finanszírozott. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog volt, és szükséges volt ebben a városban. Sok mindent gondol az ember, és hát ugye igény merült fel közben egy szaunára, azt is megépítettük, tehát én azt gondolom, hogy teljes körül lehet ez a dolog, hiszen tanmedence is van, úszómedence is van, és azt gondolom, hogy megelégedettek lehetünk, az állam és mi is, avval kapcsolatban, hogy ki van használva, valamint az, hogy ez a környék megszépült, és azt gondolom, hogy Gyál egyik legszebb pontja